Sziasztok! A mai videóban olyan hibákról fogunk beszélni, ami a pasizás, a párkapcsolatok kialakítása előtti hibákat fogja ecsetelni és körüljárni, vagyis ilyen férfiriasztó dolgokról lesz szó. Most nem külsőségekre, hanem inkább viselkedésbeli hibákra kell gondolni, és úgy gondoltam, hogy összegyűjtem azokat a hibákat, amiket gyakran látok másoknál, illetve amiket én magam is elkövettem, úgyhogy ha a valósággal találtok egyezést, ez valószínűleg nem a véletlen műve, mert nagyon sokan el szoktuk követni ezen hibákat, és elsősorban a saját hibáimat fogom ecsetelni, és ezt körüljárni, úgyhogy aki esetleg magára veszi, az már a saját problémája, akinek pedig nem inge, az ne vegye magára. Az első hiba az az online felületeken történik. Én megértem, hogy le akarod csekkolni azt a srácot, és mindent tudni szeretné róla, míg az első randi előtt, vagy pedig a második randi előtt, vagy a harmadik randi előtt, és naponta ötször rákattintesz a profiljára, megnézed a Facebookját, az Instagramját, az Instastoryját és az összes többi dolgot, amivel már én sem tudok lépést tartani. Szóval igen, végig fogod nézni, ezzel nincs is nagy baj, viszont ha mindent tudsz róla, és mindent kinyomoztál, akkor igazából egy, hogy megpróbálsz majd megfelelni neki, kettő, hogy olyan problémákat okozol saját magadnak is, mint például lájkolta egy lánya képét mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy akár csak 10 perccel ezelőtt, de te már belemagyarázol a dolgokat, rápánikolsz, behisztizel, és hát egy párkapcsolat kialakítása előtt, még mielőtt kimondanátok, hogy ti együtt vagytok, azelőtt ezek nagyon rosszul tudnak elsülni, úgyhogy én azt javaslom, hogy nagy vonalakban persze néz utána a srácnak, de ne kezdj el nyomozni, és ne kezdj el mindent kideríteni róla, és ne csüngj az egész Facebookján, Instagramján és társain. És ebből fakad a második probléma, hogy mégiscsak függsz rajta és nézegeted, és látod, hogy hol csekkol be, tehát hogy hol van, kideríted ugye a Instagram képből, hogy ez melyik szórakozóhely is megjelensz ott. Ezt én nagyon gyakran elkövettem ezt a hibát egy ideig, és semmi értelme nincs, egy, hogy a srác tudni fogja, hogy te bizony az ő kedvéért mentél oda, és ő rávadászol, és őt szeretnéd meghódítani. A másik probléma pedig az, hogy ha tudja, hogy miatta vagy ott, és fel akarod szedni, akkor rajtad fog röhögni ő is, és a haverja is, úgyhogy inkább ezt ne csináld. Ha a srác akar valamit, akkor meg fog ott jelenni, ahol te csekkoltál be, és majd ő tesz azért, hogy ti találkozzatok. Nyilván ismeri a törzshelyeidet, és nyilván elég levágós, hogyha te neked egy új törzshelyed lett, ami az ő törzshelye. Úgyhogy igen, ezt én nagyon gyakran. Sajnos. A harmadik, hogy nem van a haverjaival, bulizik, jól érzi magát, te megjelentél, nem foglalkozik veled, ezért féltékenyé akarod tenni. Jobb esetben ezt nem teszed, de amúgy fogod tenni, vagy az ismerőseid közül választasz valami pojácát, vagy valamelyik haverral beszélsz össze, vagy akár, ami a következő hiba, haverjait próbálod felszedni. Nos, hogyha a srácnak komoly szándékai vannak veled, akkor a haverjainál már alapból tiltólistán vagy, és nem fognak veled kezdeni. Ha pedig nem vagy tiltólistán, akkor amúgy annyira nem is voltál számára fontos, viszont még a lehetőségtől is elvágod magad, hogy esetleg az leszel, úgyhogy én ezt a hibát nem követném el még egyszer, hogy a haverjaival próbálom felkelteni benne a vadász ösztönt és a vadászt. Ezt ne csináld szerintem. Az ötödik, sokat ittál, jól érezted magad, és úgy gondolod, hogy most egy SMS-t, vagy egy MS, vagy egy Messenger üzenetet, vagy bármilyen üzenetet fogsz neki küldeni. Nos, ne csináld, akkor se a barátnőid szerint is jó ötlet, mert nem jó ötlet, és utána meg fogod bánni, főleg, hogyha mondjuk nem reagál rá, vagy hogyha olyasmit reagál rá, ami ugye gázos. Úgyhogy én ezt nem tenném semmi esetre sem. Persze üzenhetsz neki, meg ráírhatsz Facebookon, vagy bárhol, de józanul, tehát buliból sose üzenges, mert annak sosincs jó vége. De erről készült egy film is, amiben a Google-höz bekerül 2 idősebb tag, és ők kitalálnak egy ilyen részegen üzenetet nem lehet küldeni alkalmazást, ami meggátul az ilyen hibák elkövetésében is. Úgyhogy
ez egy jó dolog lenne, ha létezne, vagy ha létezik, akkor segítsetek. A következő, ami szintén gyakori, az az exekről beszélés, az exekhez hasonlítás, az exekkel villogás, vagy azokról a panaszkodás. Egyik se vonzó egy pasi számára, nem szereti, ha összehasonlítják, és nem akar versenyezni, és nem akarja tudni, hogy miért volt jobb neked az exed, és miért tett többet érted az exed, és mennyire szeret még mindig téged az exed, és keres téged az exed. Ha már ezzel próbálod felkelteni az érdeklődését, az alapból régen rossz, sőt, én a párkapcsolatok elején se ajánlom, hogy ezekről beszélj. Mondd azt, hogy voltak exeim, régen volt, nem lényeges, tök mindegy. Szóval az ex témát hanyagoljuk, mert ez rossz dolog. Az utolsó pont pedig már elég közel jársz ahhoz, hogy ebből legyen valami, és az finishbe rontod el azzal, hogy mindenért számon kéred. Hol voltál, kivel voltál, miért lájkolta az illető a képedet, ki az a picsa, és a többi, és a többi. Semmi értelme nincs, mert ezzel a srác azt fogja levonni, hogy a párkapcsolatban is ugyanilyen leszel, folyamatosan nyomozni fogsz utána, folyamatosan számon fogod kérni, és nem lesz élete. Na már most, amitől a pasik leginkább megijednek, az az, hogyha elvesztik az életüket, elvesztik a függetlenségüket, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy hiba. És még egy utolsót, ami szerintem a legnagyobb hiba, hogyha rágörcsölsz a srácra, és nagyon meg akarsz felállni neki, és ezáltal elveszíted az egyéniséged, elveszíted önmagadat ebbe a párkapcsolatba, vagy a párkapcsolat kialakításába. Ha nem tisztázod magadba, hogy mit szeretnél egy párkapcsolattól, ha nem tudod, hogy te mennyit érsz, hogyha nem tudod azt, hogy egyáltalán ki vagy és mit szeretsz, legyen ez akár egy zenekar, legyen ez bármi, tehát ha mindenbe azonosulsz a fiúval, akkor azt garantálom, hogy ebbe a kapcsolatba te nem leszel boldog, hanem a megfelelési kényszer fog vezetni, és előbb-utóbb kibújik az a szög a zsákból. És ha kibújt, hát akkor borul a kapcsolat. Úgyhogy érdemes az elején elmondani, hogy mire vágysz, hogy mit szeretnél, szabályokat kialakítani, és már akár a kapcsolat legelején, amikor még nem mondtátok ki, hogy együtt vagytok, akkor is elmondani, hogy én arra vágyok, hogy Facebookon kint legyen, hogy kapcsolatban. Azt szerintem egy kapcsolat úgy működik jól, hogyha több ember nincsen benne, stb. Stb. Tehát tényleg mindent érdemes lefixálni az elején, és akkor kevesebb nézeteltérés lesz, illetve kevésbé van rá esély, hogy aztán ez a kapcsolat nem működjön, hanem arra van lesz esély, hogy működjön. Hát ezeket a szabályokat és hibákat tudom igazából elmondani. Nyilván a hibákra hegyeztem ki jobban a dolgot, hiszen szabályokat alkotni egy kapcsolatba, vagy azt, hogy hogyan alakítunk ki egy kapcsolatot, arra nem nincsenek szabályok. Viszont a hibák azok állandóak, és mondhatni öreg hibák és örök hibák, úgyhogy ezeket a hibákat, ha tudjátok, akkor kerüljétek el, ha pedig elkövettétek már, akkor ne vessetek egy jót rajta, és a következő körben próbáljátok kikerülni, amennyire csak lehetséges. Hogyha tetszett ez a fajta videó, amiben próbálok egy kicsit segíteni, illetve a saját káromon nevetni és abból tanítani, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, és hát nézzetek el legközelebb is, mert szeretnék még ilyesmikről beszélni. Ha pedig van egy nagyon jó ötletetek, hogy milyen témát feszegessek, akkor ezt írjátok meg mindenképpen lent a komment sávba, és én nagyon szívesen körüljárom a témát, hogyha van benne tapasztalatom. Legyen szép napotok, és sziasztok!